Előttem egy gőzölgő bableves, isteni az illata, jók a programok, minden jó, csak sok csupor van. A fazekas mesterek szerint ez bizony keskeny fenekű fazék. Ebbe fogok most bablevest készíteni, még mielőtt elkezdünk belepakolni, egy picit barátkoztassuk a tűzzel, hogy ne jéghideg edénnyel induljunk. Elkezdem szépen belerétegezni a belerétegeznivalót. Egy éjszakán át áztatott bab, egy kis kockázott füstölcsülök, sertéslapocka, egy kis pörkölt alap, fűszerpaprika nélkül, pofon egyszerű, séf tipp is van róla, előre el van készítve. Jöhet bele. Egy kis kipirított kolbász és szalonna, természetesen ennek a zsírján készült el a pörkölt alap. Majd kezdem az egészet előről, újfent a bab, jöhet a füstölcsülök, jöhet a lapocka, a pirított szalonna és kolbász, jöhet a maradék pörkölt alap, egy kis őrölt kömény, babérlevél, nem sajnálom, kb. 3-4 darab nyugodtan mehet. Az edény forró, de még meg tudom fogni, így néz ki berendezve, és most nyakon öntöm vízzel. Lehetőség szerint, ha van rá mód, akkor forró vízzel, egészen a csupor nyakáig öntöttem vízzel a fazekamat, jön is a tűzre. Nagyon-nagyon fontos, hogy nem egyből zúgy bele a parázsba, picit megint barátkoztassuk, 5 perc múlva megfordítom, 5 perc múlva megint megfordítom, és utána rátolom a parázsra. Óvatosan megsózom, hiszen a füstölcsülök sós, de majd inkább akkor kóstolom, amikor már felfort és zubog, és akkor beállítom a sóját. Innentől kezdve körülbelül 1,5-2 óra, amíg elkészül, utána lehet bezöldségelni. Természetesen én már előre dolgoztam, hiszen itt már van 2 levesem, ami majdnem kész van, úgyhogy rá is térek a zöldségekre. Zeller, fehérrépa és sárgarépa. És azt is lehet látni, hogy körülbelül egy ilyen tenyérnyi vizet elpárolgott. Ez nagyon-nagyon jó, így ugyanis belefér mindig minden. Jöhet a burgonya, újra fölfor, és 25-30 perc múlva kész is a bableves. Elkészült a bableves, tökéletes, pont olyan, ahogy szerettem volna. Isteni az illata, én ezt bizony be fogom habzsolni. Véget is ért ezzel indul online főzőiskola rész, remélem sok hasznosat tanultál, és majd kipróbálod ezt a receptet is. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha kíváncsi vagy a többi receptemre, és még többet is tanulnál, iratkozz fel! Új receptekkel, technológiákkal, élményekkel várlak a következő részekben is, válogass a képernyőn lévő közül.